Dombóvár város önkormányzata az idősek világnapja alkalmából szeretettel invitálta a településen élő szépkorúakat a művelődési házba egy délutánra, ahol gondoskodtak számukra az önfelett időtöltésről. Hagyományosan nyilván a világrendhez alkalmazkodva október előestén tartottuk az idén is ezt a rendezvényünket. Azt gondolom, az életben vannak olyan pillanatok, amikor meg kell állni, és hálát kell adni őseinknek. Ez a mai délután ez erről szólt. Köszöntőmben elmondtam, hogy tavaly két év után először álltam újba előjük, és köszöntettem őket, és azt gondoltam, hogy amíg a világ, ez így fog maradni, és remélem, hogy így is fog. És ezért én megállapítottam, hogy aki tavaly itt volt, az a közül senki nem hiányzott, inkább jöttek újak, és arra biztattam, hogy jöjjenek jövőre is. Remélem, hogy jövőre is meg tudjuk tölteni a művelődési házunkat. Szerencsések voltunk, hiszen ma egy harmonika művész kíséretével megjelent Szulák Andrea a körünkbe, aki pont 2022-ben kapta meg a Máté Péter díjat, és egy Máté Péter összeállítása a kedveskeret a dombvári szépkörülöknek. Szeretjük megédesíteni az életüket, ezért egy bombont adtunk mindenkinek elköszönésül végén a rendezvénynek, és mindenkit arra biztattam, hogy osszák be, naponta egyet tegyenek, és minden nap jusson eszükbe, hogy jól érezték magukat a művelődési házban. A színházterem megtelt mindazokkal, akik elfogadták a város meghívását egy kellemes délutánra. A jó hangulatról Szulák Andrea, valamint Molnár György és koncertzenekara gondoskodott. Én az Andit mindig úgy tartottam, hogy van, fenomenális hangja van, mindent visz, mint a piros hetes. Köszönjük szépen, hogy megemlékeztek rólunk. Örülök neki, üdvözlöm a polgármesterről. Ilyen jó még soha nem. Hát ez egy annyira színvonalas műsor volt, hogy a Szulák Andit többször is tessék ide hívni Dombóvárra. Hát ez remek volt. Csodálatos egy művésznő. Nagyon örülünk, mert nem felejtenek el bennünket, és tényleg, hogy amióta, most mondjam azt, hogy a Szilárd van, azóta több mindenben részt vesznek az időseknek, több mindent ajánlanak, vagy hát hívnak meg bennünket. A koncert végeztével a dombóvári képviselőtestület tagjai az aulában egy-egy bombonnal köszöntek el a nyugdíjasoktól, akik meghatottan köszönték meg a kedves gesztust.